60 és 80 cm-es díjugratással indult a Pörbölyi Lovasnap délelőtti programsorozata. A versenyre főként Pörbölyről és Bajáról érkeztek a lovaglással egyelőre szabadidősportként ismerkedő fiatalok. Én indultam a 60 centin, a 80 centi most kimarad, a derbi lesz még, aztán én már a felnőtt kategóriába számítok az ügyességibe, és marad a váltó a végére. Úgy gondolom, hogy a felnőtt mezőny az alapvetően nem olyan erős, mint az ifi, mert az ifiben olyan 30-40 között indulnak, de hát a felnőttben nagyon maximum 15-en szoktak indulni, de úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy a 30-40 között van 3 erős, vagy a 15 között van 3 erős. A teljesítményeimmel meg vagyok elégedve, ez az első versenyszezonom, és nagyon örülök, hogy itt lehetek a Bodzánál. Itt a Bodza lovas esenél már egy éve lovagolok, de amúgy nagyon kiskorom óta, ilyen 4-6 éves korom óta. Amióta itt vagyok a Vikinél, hát megtanultam, hogy a lovaglás sokkal több, és mindenki azt hiszi, hogyha felül egy lóra, hogy milyen egyszerű dolog, és hogy ennél sokkal többet jelent. És igazániból nagyon ilyen versenyszellemű vagyok, és nagyon szeretem a kihívásokat. A versenyszervező Bodza Lovasport Egyesület 2017-ben alakult, azóta egyre több fiatal jár ide Pörbölyre, hogy megtanuljanak lovagolni. Többen közülük a mostani versenyen is elindultak. Hál' Isten fejlődik az egyesületünk, egyre nagyobb a taglétszámunk. Idén most itt a versenyen 12 tanítványon fog szerepelni különböző korcsoportokban. 3 lóval készülünk ide a versenyre. Egyébként én 2008 óta vagyok lovasedző, és ide költöztem Pörbölyre, és itt hoztam létre úgymond már a sajátomat, nem ugye dolgozóként vagyok jelen, hanem már vezető is, edző is, lótulajdonos, minden vagyok egyben. Én azt mondom, hogy minél előbb vigyük ló közelben, nem feltétlenül kell felülni rá, tehát mert egy 3 éves gyerek is el tud körülötte nézelődni, simogatni, pucolgatni, akár fölülünk egy körsételreig, tehát a lóhoz szokás. Mert ugye, ha elérünk ugye egy bizonyos kort, akkor elkezdünk félni tőlük, mivel nagy állatok. De ha mellettük növünk föl, akkor olyan, mint egy kis kutya, tehát társunknak tudjuk kezelni őket. Tehát fontos szerintem minél előbb, és ugye egy lóról gondoskodni kell, foglalkozni vele, lovagolni kell. Ez egy nagyon jó fejlesztő sport is, mert ugye önuralmat is kell tanulni, önfegyelmet, meg emellett ugye megbízhatónak is kell lenni, mert ugye az állat minket vár, ugye oda menni kell, és ugye a lovon nem csak lovagolunk, hanem nyergelünk, pucolunk, etetünk, tehát úgymond minden, ami körülötte van, ez egy kis felelősségtudatra neveli a gyerekeket. A Pörbölyi Lovasnap programja délután mini, gyermek, ifjúság és felnőtt ügyességi, valamint váltóversenyszámokkal ért véget.